Ebben a videóban a nemi herpeszről lesz szó. Arról a vírusfertőzésről, ami az egyik leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzés, meglehetősen kellemetlen tüneteket okoz, és a szó hagyományos értelmében nem is gyógyítható. Mégis mindezek ellenére viszonylag keveset hallunk róla, és ezt szeretném ezzel a videóval egy picikét megtörni. Hogyha szeretne hasonlóan hasznos bőrgyógyászati vagy nemi gyógyászati tartalmakhoz jutni, akkor iratkozzon fel YouTube csatornámra, lájkolja Facebook oldalamat, vagy olvassa a blogomat. Ezekhez a linkeket megtalálja a videó alatti leírásban. Én dr. Tamási Béla vagyok, bőrgyógyász és nemi beteggyógyász, és mentem a bőrét. Úgyhogy kezdünk! A nemi herpesz vagy herpes genitalis egy vírus okozta nemi úton terjedő fertőzés, és valóban az adatok azt mutatják, hogy a HPV fertőzés mellett ez a leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzés. Vizsgálatok szerint a népesség körülbelül 20-30%-a találkozott már a vírussal, és ebben az esetben a találkozás azt jelenti, hogy hordozzák is a vírust. Általánosságban elmondható, hogy nemi herpeszt az úgynevezett kettes típusú herpeszvírus okoz, míg a legtöbbünk által ismert ajakherpesz az egyes típusú herpeszvírus. Azonban ez sincsen kőbevésve, mert hogyha valakinek van egy éppen aktív szünetes ajakherpesze, amit az egyes típusú herpeszvírus okoz, és az illető orálisan kielégíti a partnerét, akkor a partnernél fog kialakulni egy egyes típusú herpeszvírus által okozott nemi herpesz. És ami sajnálatos a herpesz fertőzések esetén általánosságban az, hogy a szervezet nem képes megszabadulni a vírustól. Ez azt jelenti, hogy ha megfertőződünk, akkor a vírus gyakorlatilag egy életen át bennünk marad. Ha megfertőződünk a herpesz vírussal, akkor kialakulnak az úgynevezett elsődleges vagy primer fertőzésnek a tünetei, ezt az immunrendszer nyilvánvalóan elkezdi kontrollálni, és ekkor a vírus visszahúzódik az idegdúcokban, és itt túlél, az immunrendszer nem tudja megtalálni és elpusztítani, és amikor megfelelőek a körülmények, mert például legyengül az immunrendszernek a működése, akkor ezekből az idegdúcokból ki tud alakulni a kiújulás vagy rekurrencia, idegen szóval, és ekkor ismét tüneteket fog okozni a herpes vírus. A két fajta fertőzés között a különbség, tehát a primer, elsődleges fertőzés és a kiújulás között az, hogy a primer fertőzés általában mindig sokkal súlyosabb, sokkal több tünettel jár, hőemelkedése vagy láza is lehet a betegnek, és rendkívül fájdalmasak a tünetek, míg rekurrencia esetében ugye az immunrendszer már találkozott magával a vírussal, tehát már emlékszik rá, hogy hogyan kellene küzdeni, ennek köszönhetően a kiújulásnak a tünetei is sokkal enyhébbek, mint a primer fertőzésé. Nemi herpesszel szexuális aktus során fertőződhetünk, és általában azt szoktuk mondani, hogy azok fertőzőek, akiknek a herpesz éppen valamilyen tünetet okoz. Viszont tudjuk, hogy a herpesz hordozó körülbelül 5-7%-a úgyis át tudja adni a vírus, tehát úgyis tud fertőzni, hogy semmiféle tünete nincsen. Ez az úgynevezett tünetmentes vírusürítés, ami ellen nem nagyon tudunk semmit se tenni, nem is tudjuk igazolni, hogy valaki ilyen vírusürítő, viszont szakirodalmi adatok alapján tudjuk, hogy ez sajnos így van, tehát meg lehet fertőződni úgyis herpes vírussal, hogy a partnernek éppen semmilyen tünete nincsen. A nemi herpes tünetei rendkívül hasonlítanak az ajak herpes tüneteire, ugyanúgy égő, bizsergő, fájdalmas, apró hólyagocskák jelentkeznek az intim területen nemi herpes esetében. Ezek a hólyagocskák felszakadnak, utána sebek maradnak utánuk, a sebek pörkösödnek, majd ezek a pörkök szépen leszáradnak. És ami még nagyon jellegzetes a herpes tüneteinél, az, hogy fájdalmasak. Ez azért van, mert a herpes vírus az idegek mentén terjed, és gyakorlatilag egy ideggyulladást okoz, ezért például nagyon fontos a kezelésnél, hogy ne csak magát a fertőzést, tehát a vírust kezeljük, hanem megfelelő fájdalomcsillapítás is rendkívül fontos. Az, hogy a herpes vírus kinél okoz tüneteket, vagy milyen gyakran fog kiújulást okozni, az rendkívül változatos. Azt pontosan tudjuk, hogy ha valaki találkozik a herpes vírussal, akkor körülbelül csak az esetek 30%-ában fog tüneteket okozni. A kiújulásnak a gyakorisága pedig általában függ az immunrendszer általános állapotától, tehát hogyha legyengül az immunrendszer, mert van például egy felső légúti fertőzés, vagy olyan mértékű stressz ér minket, akkor lehet számítani ezekre a kiújulásokra, de ez még egyszer rendkívül nagy egyéni változatosságot mutat. Valakinek sajnos havonta van ilyen kiújulása, van, aki pedig megfertőződik herpesszel, és utána soha többet nem lesz herpeszes tünete.
hogyan lehet igazolni, hogy valakinek tényleg a herpes vírus okozza a tüneteket, azaz hogyan lehet diagnosztizálni magát a fertőzést. A diagnosztikában herpes esetén elsődleges, hogy a vírust direkt kimutassuk a tünetekből, ehhez értelem szerint az kell, hogy a betegnek tünete legyen. A tünetekből veszünk egy kis pálcikával mintát, és egy úgynevezett PCR módszerrel a vírus direkt kimutatható magából a mintából. Nagyon sok páciens kér herpes szűrést, és lehet is a herpeszt szűrni, mégpedig vérvétellel, mert a vérből kimutathatóak az ellenanyagok, amiket az immunrendszer termelt a vírus ellen. Azonban az nagyon fontos tudni, hogy attól, mert valakinek van antitestje a vérében, tehát pozitív a herpesz szűrővizsgálat, az még nem igazolja feltétlenül, hogy az ő nemi szervi tüneteit a herpesz vírus okozza. Ez az antitest vizsgálat csak azt mondja meg, hogy a szervezet találkozott-e már a herpesz vírussal vagy nem. Tehát, hogyha biztosra akarunk menni, hogy van-e herpeszünk vagy nem, akkor meg kell várni, amíg újból egy tünetes epizódba kerülünk, akkor kell elmenni orvoshoz, és az orvos a herpeszes vagy herpesz gyanús tünetekből fog mintát venni, és ebből lehet aztán a vírust kimutatni. A videó elején említettem, hogy a szó hagyományos értelmében a herpesz nem gyógyítható, mert jelenleg nem ismerünk olyan módszert, amivel a vírust véglegesen ki lehetne írtani a szervezetből, viszont megfelelő kezeléssel remekül lehet menedzselni magát a fertőzést, illetve a tünetek lefolyását is. Ez a szer pedig az aciklovir, ez egy vírus ellenes gyógyszer, ami kimondottan a herpes vírusnak a szaporodását gátolja. Ez a hatóanyag található meg egyébként a viszonylag sokat reklámozott herpes elleni krémekben, tapaszokban, kenőcsökben, viszont azt nagyon fontos tudni, hogy ennek az anyagnak nagyon rossz a biohasznosulása, ez azt jelenti, hogy a szervezet a bevitt hatóanyagnak csak nagyon-nagyon kicsi részét képes felhasználni. És ezért van az, hogy a hatályos guideline-ok vagy szakmai irányelvek nem is javasolják, hogy a herpeszt helyi készítményekkel használjuk, mert annyira kicsi az aktív hatóanyag, ami bejut a tünetekhez és leállítja a herpes vírus szaporodását, hogy az egyáltalán nem költséghatékony és sokkal kevésbé hatásos, mint hogyha valaki például szájon át szedné ezt a gyógyszert. És egyébként valóban szájon át szedett gyógyszerrel szoktuk kezelni, illetve menedzselni a herpesz fertőzést, tehát aciklovir tartalmú tablettát írunk föl, ez vényköteles gyógyszer, de bármilyen orvos fel tudja írni, és hogyha valakinek herpesze van, akkor egyébként javasolt, hogy mindig legyen egy doboz aciklovir tabletta otthon, mert minél korábban elkezdjük szedni ezt a gyógyszert, a tünetek megjelenéséhez képest, annál hatásosabb lesz, és átlagban egy kötőjel két nappal le tudja rövidíteni a tüneteknek a lefolyását. Még néhány gondolat a herpesz kezeléséről. Nagyon elterjedt tévhit a laikusok körében, főleg, hogyha bőrgyógyászati tünetről van szó, hogy azt nem érheti víz, illetve nem lehet tisztítani vagy mosakodni. Ez herpesz esetében egy teljesen fals információ, és nem is szabad alkalmazni, ugyanis megtörténhet az, hogy ezek a herpeszes tünetek felülfertőződnek baktériumokkal, és akkor akár egy orbánc is kialakulhat belőle, ami egy viszonylag súlyos korkép, pláne az intim területen, tehát nyugodtan lehet tisztítani a herpeszes tüneteket, langyos szaponos vízzel vagy tusfürdővel, nem kell semmiféle agresszív, extra fertőtlenítőszert használni, tehát betadint és társait, mert ezek általában irritálni tudnak, és még jobban ki tudják szárítani a bőrt, a szappanos vizes lemosás bőségesen elég. A másik, ami nagyon fontos, és ezt is említettem már, hogy a fájdalomcsillapítás az elsődleges, tehát nem csak a herpes vírust kell kezelnünk, hanem a fájdalmat is, ezt bármilyen nem szteroid gyulladást csökkentő gyógyszerrel el lehet érni. És végül, de nem utolsó sorban ejtenék néhány szót a herpes úgynevezett elnyomó vagy szupresszív kezeléséről. Itt arról van szó, hogyha egy betegnek viszonylag gyakran vannak herpeszes kiújulásai, egyébként a nemzetközi irányelvek ezt évi 6 vagy annál több alkalomban határozzák meg, akkor viszonylag hosszú ideig, de alacsony dózisban szedett aciklovirrel, tabletta formájában el lehet érni azt, hogy a kiújulásoknak a száma az ritkább legyen, sőt, a teljes tünetmentességet is el lehet érni. Ezt a gyakorlatban is szoktuk alkalmazni. Az aciklovir, mint gyógyszer egyébként teljesen biztonságos, mellékhatása, pláne ilyen alacsony dózisban gyakorlatilag nincsen. Egy hátránya a kezelésnek az az ára, mert sajnos az aciklovir
nem egy olcsó gyógyszer, viszont azok a páciensek, akik megkapják ezt a gyógyszert, tehát szupresszív kezelésben részesülnek, ők tényleg arról számolnak be, hogy vagy teljesen tünetmentessé válnak, vagy pedig lényegesen csökken a kiújulásoknak a gyakorisága. Ezt a gyógyszert általában fél évig adjuk, tehát 6 hónapig kell szedni, és utána mindig újra lehet kezdeni ezt a szupresszív kezelést. Egyébként utánkövetéssel, ha jól emlékszem, akkor 7 év volt az a maximum időtartam, amíg valaki biztonságosan, mindenféle mellékhatás nélkül szedte ezt a gyógyszert, és sikeres volt maga a kezelés is. Amivel viszonylag gyakran találkozom a praxisomban, az az, hogyha herpeszes tüneteket nem kezelnek megfelelően. Mit értek ez alatt? Valakinek lesz valamilyen tünete, amit egyébként a herpesz okoz, elmegy orvoshoz, és az orvos kapásból valamilyen szteroid tartalmú készítményt fog rá felírni, kenőcsöt, krémet. Mi történik? Ugye a szteroidok úgy hatnak, úgy csillapítják a gyulladást, hogy az immunrendszer működését nyomják el gyakorlatilag helyileg a bőrben, ahova alkalmazva vannak. De a herpesz esetén ez nyilvánvalóan kontraproduktív, mert ott az immunrendszernek elég nagy szerepe van abban, hogy meg tudja fékezni a fertőzést. Ha egy herpeszes tünet szteroiddal van kezelve, akkor egész egyszerűen a vírus ki fog kerülni ez alól a kontroll alól, és még súlyosabb, még kiterjedtebb tüneteket fog okozni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy bízzuk szakemberre a herpesznek a kezelését, mert egy rosszul megválasztott terápia az még több gondot tud okozni.